Sziasztok, itt Márcsálló jelentkezik, és egy olyan vízválasztóhoz érkezett a csatorna, ugyanis megvan a 10 000 feliratkozó. Én köszönöm ezt nektek, hogy eljutottatok idáig ezt a rengeteg feliratkozást, lájkot, megosztást, kommentet, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és erre az alkalomra hoztam nektek egy különleges videót, remélem tetszeni fog, de még mielőtt elkezdenénk, a Világjáró Klubja Bécs csinált velem egy interjút a nyári élményeimről. Ezt ide a jobb felső sarokba kattintva tudjátok megnézni, de ha nem akarna itt megjelenni a videó, akkor a linket leteszem a leírásba, és akkor ott megtaláljátok. De akkor kezdjük is ezt a mostani anyagot. Ki ne játszott volna még el a gondolattal, hogy vajon milyen lehetne egy trópusi lakatlan szigeten élni? Nos, van egy ember, aki nem csak elmélkedett ezen, hanem meg is csinálta, és 3 alkalommal összesen 16 évig élt egy csendes óceáni szigeten. Ő Tom Neal. Nem egy komplett életutat akarok bemutatni, de nézzük nagy vonalakban a fontosabb dolgokat emberünkről. 1902-ben Új-Zélandon született, majd 18 évesen jelentkezett a haditengerészethez. A csendes óceánt járva 4 évig szolgált, majd ott hagyta a katonaságot. A következő 6 évben szigetről szigetre vándorolva élt, kisebb munkákból tartotta fenn közben magát. 1928-ban aztán letelepedett Rarotongán, ami a Cook-szigetek legnagyobb és fő szigete. 1943-ban itt találkozott Robert Dean Frisbee íróval, aki több Polinéziáról szóló könyv szerzője. Ő mesélt emberünknek a Suvarov atollról, amiben Tom azonnal láthatlanba beleszerelmesedett. Mi azonban nézzük meg kicsit jobban ezt a helyet. A Cook-szigetek összesen 13 lakott és 2 lakatlan szigetből áll valahol a csendes óceán közepén. Hogy elbírjátok képzelni, mennyire Isten háta mögötti helyez, az összesen 15 sziget 2 millió négyzetkilométernyi tengeren van szétszórva, melyeknek az összterülete alig 240 négyzetkilométer. Hogy az arányokat érzékeljétek, vegyük a bolygó legnagyobb szigetét, Grönlandot. Egy ekkora méretű vízfelszínen összesen egy Miskolc város területének megfelelő szárazföld van, az is 15 részletben. Hogy mégis a nagyságokat érzékeltessen, berakom ide Magyarországot méretarányosan. A Suvarovi atoll az északi szigetek legdélebbi darabja, így is több mint 900 km-re Rarotongától a fő-szigettől és 350 km-re a legközelebbi hajózási útvonaltól. Az atoll átmérője nagyjából 15 km, összesen 11 nehány szigetecske található rajta. A legnagyobb ezek közül az Anchorage, ami megközelítőleg 150 méter széles és 900 méter hosszú. Na azt hiszem, erre mondják, hogy ez a világ végén is túl van. Minden esetre Tomot annyira elvarázsolták a helyről szóló történetek, hogy látatlanba is úgy döntött, márpedig ő oda költözik. Először a II. Világháború vége fele jutott el ide egy hajós barátja segítségével. Ekkor még a kirendelt katonák is itt tartózkodtak, akik finoman fogalmazva ki nem állhatták, hogy a semmi közepén kell élniük. Tom pár napot töltött csak itt, de döntése véglegessé vált, ide költözik és kész. Mondjuk azért erre még várni kellett kicsit, mert mire mindent előkészített és meg tudta szervezni az utat, kereken 7 év telt el, mint a mesékben. 1952. októberében indult el aztán egy felbérelt hajóssal, immár kereken 50 évesen. Ebből azért látszik, hogy nem csak egyszeri fellángolásról vagy valamilyen ifjúkori kalandvágyról volt szó esetében, hanem nagyon is komolyan gondolta ezt az egészet az elejétől kezdve. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, hogy emberünk nem túlélni, hanem lakni jött a szigetre, ezért egészen sok felszerelés hozott magával. Ezek között volt nagyon sok konzerves élelmiszer plusz konyhai felszerelések, rengeteg szerszám meg alapanyag, illetve palánták és vetővagok voltak még nála. Magán a szigeten sem a nulláról kellett kezdenie mindent, hiszen az ott szolgálatot teljesítő katonák sok dolgot hagytak hátra, ott volt ugye maga a kunyhó 3 szobával, volt mellé főzőhelyiség és latrina, több víztartály, összesen nagyjából 3 köbméter, egy rossz csónak, illetve pár tyúk meg elvadult disznó. A kezdeti időszakban nagyon jól jött, hogy Tom világ életében kétkezi munkás volt, így az évek óta hátrahagyott házikót meg annak környezetét saját maga rendbe tudta hozni. A katonák által ott hagyott konyhakertet is elkezdte elkeríteni és újra használatba venni. Ez viszont nem volt egy egyszerű feladat a szigeten maradt disznók miatt, akik mindent széttúrtak. Számomra hihetetlen, de az újra háziasítás vagy elkerítés helyett fogta és levadászta őket, de ami még érthetetlenebb, hogy állítása szerint az ölés megviselte lelkileg, ezért az elpusztult állatokat nem dolgozta fel, hanem egyszerűen elásta őket. Szerintem egy ennyire távoli és nyersanyag hiányos helyen a források ilyen szintű pazarlása azért felvet néhány kérdést, de folytassuk. Ha már állatok, a szigetnek volt egy igazán nagy előnye, teljesen szúnyogmentes volt, ami egy ilyen helyen maga a megváltás. A dolgos kezdet után aztán hamar kialakult a napi rutinja,
A legtöbb idejét továbbra is a kunyhó körüli teendők vették el, illetve a halászat meg az élelemszerzés. A magával hozott készletekkel próbált a lehető legjobban takarékoskodni. Miután a tyúkokat egy kifutóra összeszedte, azok tojni is kezdtek, így még egy kis tojással is bővült az étrend, illetve egy kotlósnak hála szaporodásnak indult az állomány. Így volt, amikor egy-egy szárnyas is a tányérba került. A kardinális kérdés az ivóvíz volt, amit kókuszdiókból oldott meg, illetve az esőzések során tárolókban fogta fel a vizet. A rendszeres esőzések miatt nem volt hiány belőle. Egy idő után emberünk aztán kezdte kinőni a szigetet, de legalábbis ott volt benne a vágy, hogy az atollon lévő többi kis szigetre is ellátogatna, ehhez kapóra jött a csónak, amit ugyan meg kellett foltozni, de aztán teljesen használhatónak bizonyult. Sikerült eljutni a nagyobbacska szigetek közül többre is, az egyiken még egy amolyan víkendház félét is összedobott magának, és volt, hogy több napot töltött itt. Történt azonban az egyik ilyen kirándulásnál, hogy kikötés közben égtelen fájdalom hasított a hátába. Nagy nehezen sikerült visszajutni a kunyhójához és lefeküdnie, ahol 4 napig feküdt szinte mozdulatlanul, amikor is jön a filmes klisé, és egy jacht köt ki a szigeten. A leírások ezzel kapcsolatban elég sokfélék, van ahol egy házas pár, van ahol 2 amerikai fiatal, van ahol éppen nászúton lévő pár köt ki, akik nehezen, de rendbe szedik a főhőst. Ezután ismét többféleképpen folytatódik a történet, hogy egy párocska hívott neki segítséget, de van ahol az áll, hogy Tom üzent haza velük, hogy jöjjön valaki érte. Igazából mindegy is, hogy történt, a lényeg, hogy bő 1,5 évvel a szigetre érkezés után 1954. júliusában visszatér Rarotongába. Mint kiderült, ízületi gyulladás döntötte le a lábáról, de ebből aztán hamar talpra állt. Természetesen azonnal a visszatérésen gondolkodott, de a kormányzat ezt megtiltotta neki, így aztán továbbra is maradt Rarotongán, és ez idő alatt megnősült. 1956. június 15-én feleségül vette Sarahuát, és 2 gyerekük is született, Arthur és Stella. Eközben egy hajóépítő barátja műhelyében dolgozott, ahol aztán egy férfi felajánlotta neki, hogy ő elviszi Suvarovra. Kappa kapott az alkalmon, és 1960. áprilisában 6 év kényszerpihenő után újra visszatért szeretett szigetére. Ismételten visz magával egy nagy adag felszerelés meg készletet, nagyjából ugyanazokat a dolgokat, mint az első nekifutásnál, és a szigeten is mondhatni kezdhette előről az egészet. A kunyhó felújítása, stb. A konyhakertet is újra rendbeszedte, de volt már arról szó, hogy a sziget gyakorlatilag rovarmentes volt, így nem volt, ami beporozza a növényeket, Tom a magával hozott ecsetekkel próbált alkotni valamit ezügyben, és sikerrel is járt. Az ecsetekkel sikerült a virágokat simogatva beporoznia őket, így szépen termőre fordult minden. A környező kisebb szigeteket is látogatta továbbra is, aztán kissé megszakadt a szokásos nyugalma. Az egyik napon ugyanis egy helikopter szállt le a szigetre. Noel Barber, brit író, az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének beszámolójából értesült Neil Suvarovi életéről és meglátogatta. Majd pár hónappal később ismét új arcok érkeztek, egy párocska a lányokkal kikötött a sziget mellett a jaktyukkal, amit másnap reggelre egy vihar az átonyra dobott és a hajó elsüllyedt. Ezek után aztán 4-en éltek a szigeten, Tom és 3 valódi hajó törött. Pár hónap elteltével azonban tükrökkel tudtak jelezni egy sziget mellett elhaladó hajónak, így felvették a családot, hősünk pedig élvezhette tovább az egyedül létet, bár ismét nem túl sokáig. Kis idő múlva ugyanis gyöngyhalászok jelentek meg a szigeten, oda lett a nyugalom, meg emberünk is kezdte azt érezni, hogy nem való már ez neki, és ezért 1963. decemberében 3,5 év után ismét visszatér Rarotongába. Távollétében sok más ember is úgy gondolta, hogy kipróbálja ezt a Suvarovon való survival show-t. 1964-ben June von Donop volt honolulu-i könyvelő, egy hétig lakott egyedül Tom egykori házában. Aztán 1965 és 66 között Michael Swift próbált szerencsét, de nem ismerte a túlélési technikákat és nehezen talált elegendő táplálékot, végül a hatóságok is elkezdték cseszegetni, így aztán 1 év ottlét után kiszavazták. Sok más látogató is járt a szigeten Tom távolléte alatt, voltak, akik üzenetet is hagytak ott neki. Egyébként számomra hihetetlen, hogy csupán az 1960-as években járunk, se internet, se semmi más, mégis ilyen szinten híre tudott menni Tomnak meg a történetének, és emberek jöttek el erre a szigetre, hogy ők is kipróbálják ezt az egészet. Hősünk aztán 4 év pihenő után 1967. júniusában visszatért az atollhoz. Ez az utolsó volt a leghosszabb tartózkodása, 3. nekifutásra kereken 10 évig maradt. Kissé ironikus, hogy pont erről az ottlétről tudjuk a legkevesebbet, sőt igazából azt is mondhatnánk, hogy szinte semmit.
A Szuvárovról való második távozása után ugyani írt egy könyvet, An Island to Oneself, azaz Egy személyes sziget címen, így sokan megismerték történetét. Már bőven elmúlt 70 éves is, amikor még mindig az atollon élt, és ekkor már nem is nagyon tervezte a visszatérést. Lánya pár alkalommal meglátogatta, de nagyobb kalandok már nem érték. Végül ismét kikötött egy jachta szigeten, akik nagyon leromlott és beteg állapotban találtak rá. Mint kiderült, Tom gyomorrákos lett. 1977. március 11-én harmadszor és egyben utoljára elhagyta a szigetet, alig fél évre rá, november 3-án pedig elhunyt. Sírja a rarotongai temetőben van, a repülőtérrel szemben. 1978-ban Szuvárovot a Cook-szigetek nemzeti parkjává nyilvánították a változatos tengeri és madár élővilág miatt. Tom Neal-nek pedig a fák között egy emlékművet állítottak. Teljesítménye a mai napig elképesztő, hiszen nem volt gyakorló túlélő, sőt igazából sokszor a túlélésnek teljesen ellentmondó dolgokat cselekedett, például a disznók megölése, majd elásása, stb. Ettől függetlenül mégis összesen 16 évet húzott le egy ilyen helyen, mindentől és mindenkitől távol. A sors fintora, hogy minden nap mozgott, egészségesen élt meg táplálkozott, jó levegőn volt, stressz sem nagyon érte, mégis rákos lett. Sajnos úgy látszik ez ellen a betegség ellen nem érnek semmit ezek a dolgok. Te jártál már valami hasonló helyen, vagy esetleg pont itt Szuvárovon? Vagy te is kipróbálnád ezt az életformát? Írd meg kommentben, én köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!